Minden eddiginél magasabbra emelkedett a munkanélküliség az euróövezetben, ahol az állástalanok aránya megközelítette a 11,5%-ot. Ez közel 18 millió 200 ezer állástalant jelent a valutaunióban, ahol a megszorítások és a súlyos munkaerőpiaci helyzet miatt sorozatosak a tüntetések és a sztrájkok. Hideg zuhanyként érte a munkába járókat Lisszabonban a hét első napján a vasutasok sztrájkja. A szakszervezetek egész héten napi 2 órás leállást terveznek, pénteken pedig egész naposat, mert a megszorítások jegyében csökken a túlóráért járó pénzük. Már most olyan keveset keresünk, annak is jó részét levonják, most pedig ráadásnak itt ez a sztrájk, ami azoknak árt, akik dolgoznak, panaszkodott egy bejáró. Súlyos fennakadások voltak a közlekedésben, a szomszédos Spanyolország fővárosában is, ahol a metró alkalmazottak sztrájkoltak, mert akár 7%-kal is csökkenhet a fizetésük. A sztrájk miatt hosszú sorok alakultak ki a buszmegállókban. Több utas nehezményezte, hogy a munkabeszüntetéssel nem az azokat sújtják, akik a válságot előidézték, hanem az egyszerű embereket. Közben Madridba érkezett az Európai Unió gazdasági biztosa. Olli Rehnt Mariano Rajoy spanyol kormányfő fogadta, aki egyelőre ellenáll azoknak a piacok és diplomáciai körök felől érkező nyomásoknak, hogy a jobb-közép kormány kérjen nemzetközi mentővet a súlyos adósságválsággal küzdő országnak. Athénban viszont a nemzetközi hitelezői trojka már szinte mindennapos vendég. Az IMF, az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank delegációját, mint korábban már többször, most is tüntetők fogadták a görög fővárosban. Német sajtóértesülések szerint Görögország bizonyosan nem teljesíti a nemzetközi hitelprogram ráeső részét, mégis megkapja a kölcsön következő részletét, és ezt már Angela Merkel német kancellár is tudomásul vette. Szakértők szerint ugyanis túl nagy a félelem attól, hogy a Görögország fizetésképtelenné válik és elhagyja az euróövezetet, elindul a dominó hatás, ami akár a közös európai fizetőeszköz végét is jelentheti. A bajokat csak tetézi, hogy a valutaunióban rekordmagasságba szökött a munkanélküliség, ami már elérte a 11,4%-ot, és egyelőre semmi jele annak, hogy fordulópont következhet be a foglalkoztatás területén.